Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és végre nem egyedül vagyok, mert itt van velem az öcsém. Sziasztok! Az elmúlt időben úgy körülbelül 3 hónapja nem is szerepelt a csatornán, de most itt van és újra fog szerepelni a videókban bizonyos időnként. Na de akkor miről is fog szólni ez a videó? Bizony, beszélgetni fogok öcsémmel egy kicsit, hogy vajon milyen is volt ez az előző season, de mielőtt ezt megtennénk, meg kellek arra, hogy mindenféleképpen támogass hatalmas lájkkal, illetve feliratkozással, hiszen ez neked csupán 2 gombnyomás, nekem meg tényleg mindennel többet jelent, hogy esetleg megnyomod azt a bizonyos lájkot, vagy esetleg feliratkozol, tényleg örök hála plusz 12 nap, és itt tartom a feliratkozó cél, hozzuk össze, nagyon-nagyon szépen meg fogom köszönni, hogy esetleg feliratkozol, vagy lájkolsz, megkövess be Instagramon a link a leírásba. Hú, na most ezt elmondtam, váljunk is bele a videó fő témájába, ami nem más, mint hogy fogunk néhány ládát is nyitogatni. Ha ide jövünk, látjuk, hogy az új seasonbe, öcsém már tier 3-as, igazából 2-es, de Ez azt jelenti, hogy van 3 jutalom, ez nagyon-nagyon jó dolog. Ezt elérte, aztán egy nap alatt, tehát egy nap alatt eljutott a 3-as vagy a 2-es szintig, de ha megnézzük az előző seasont, akkor azt látjuk, hogy a 10-es szintig jutott az öcsém. Nos, ez azt jelenti, hogy nagyjából egy napot játszhatott a seasonben. Ez azért történhetett. Ezzel még alapvetően nincsen gond. De én megvettem neki a pénzt. Nem a pénzt, a pest. 3000 valahány forintért, megvásároltam ezt a PES-t, és most azt fogjuk megvitatni, hogy ez megérte-e, ez a Karskin 3000 valamennyi forintot. Megérte szerinted, Ágostom? Most ezt mentségemre mondom, és nem volt internet. És le kellett volna frissíteni a Brawl Stars-t, de nem volt internetem, ezért nem frissítettem le. Így van. Meg nem is volt időm, meg igazából akkor a kedvem se játszani. Nem akar, nyáron nem is játszottam igazából semmivel. Így van, tehát a lényeg az, hogy nyáron mi egyáltalán nem játszunk semmilyen videójátékkal. Nyáron egy ilyen kis elvonó féleségen vagyunk, mi akkor nem játszunk videójákkal. Én is szinte semmit nem játszottam, öcsém is szinte semmit nem játszott. Tehát Brawl Stars-ban az előző szezonban 10-esig, talán meg a 20-esig tírig jutottam, tehát tényleg egyikünk sem jutott sem eddig. De ki fogjuk nyitni ezt a maradék és jutalmat a PES-ből. Mert nagyon sok van. És kíváncsi vagyok arra, hogy megérte. Tehát ha nyitunk egy új karaktert, akkor azt mondom, hogy megérte 3000 forintot. Akkor meg, de... Ha nem nyitunk, akkor annyira azért nem érte meg. És írjátok meg a komment szekcióba, hogy szerintetek ezután megvegyem-e öcsémnek a PES-t, vagy pedig sem. Ha ti azt mondjátok, hogy megvegyem, akkor meg fogom neki vásárolni ebbe a seasonbe is a PES-t, mert én nagyon szívesen megveszem neki. Úgyis megkapjad. Azért írjátok meg. Szóval a lényeg az, hogy nyissuk ki ezeket a ládákat, aztán majd nézzünk előre, mert a mostani season, nem tudom, hogy láttad, de nagyon durván megérős. Tehát ez zseniális. Na de akkor kezdjük is el, és nyissuk ki a ládákat. Na akkor nézzük is, hogy vajon miket rejtenek ezek a megmaradt kis ládák. Nézzük. Na egy megaboxot fogunk kezdeni. Én nem azok. De kezdjünk azok. Van egy megaboxunk a végén, az lesz a évzáró. Évzáró? Hát igen. Na nézzük. Első láda. Első megabox. Én azt mondom, hogy egy hetes. Tízes? Hát nem, ez egy nullás meg a box. El is feledettem, mert nem nagyon tudsz semmit nyitni. Nagyon sok karakter hiányzik. Ezt most fogom mutatni, nagyon sok hiányzik. Azt hiszem 5 karakter hiányzik neked. Azért az ne... Tényleg Ágoston, a báz neked miért is nincs meg? Úgy emlékszem, meg volt a PES, nem? Úgy emlékszem, hogy... Nyissuk tovább a ládákat szerintem. Nyissuk tovább, mert... Nem Na. Volt internet, már mondtam. Jaj. Na nézzük a pénz az van, a coin az van. A következő big boxot, vagy abban mi lesz? Megvárjuk a tap-tapot, big boxra nem szoktam, de most úgy érzem. Tap-tap, azt mondod kell. Na nézzük ezt a ládát, vagy ebben mi lesz. És ez is üres sajnos, de 121 gold, ami egész korrekt, ismételten gold, ami érkezik hozzánk. Gold. Nem sok, de legalább 100. Na. Kis láda. Na és ezt beadj esetleg. Van egy epic karakter, azt csak ki kéne nyitni, én azt gondolom. Úgy van, hogy kis ládából csak akkor lehet nyitni, ha nagyon nagy szerencséd van, vagy ha nagyon sok van. Na akkor nyissad. Hát ebből nem jött be ebből a ládából sok. És? Ez a 9-es. Na nézzük, ja, nyissad ki szépen. Ez a leggyengébb big boxunk eddig. Igen, tehát nem tudom, igen, de ez a leggyengébb. De még van egy meg egy pinpack, ami azért a pinpacket még csak összeszedte. Tehát, hogy epic pin van benne, ami abszolút kérdés. Ez elég jó pin. Elég jó. Tehát ez egy korrekt kis pinpack. Ez örülök. Na nézzük, na. Jöjjön, azt mondom, a megabox. A 10-es, a varázsszám, ami nem varázsszám, csak... 10-es megabox, beadja az új karaktert. Most mondtam, de beadja. Beadja, vagy nem? Nem. Na nyissad. Beadja. Nem. Beadja! Nem. Beadja, tap-tap. Még egy tap-tapot megvártam. Na nyisd. Ott van. Na villog. Mondtam, gadget, hogy beadja. Start power. Mondtam, hogy beadja. Vagy esetleg... Start power. Csin.
Második kedvenc karakterem, harmadik? Jó, 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 jó. Még az új percben van három kis dolgunk, azt nyissuk ki, hát esetleg abban. Legalább valami volt, itt valami van volt. Két darab ládánk, nézzük, ez mit rejt vajon magába. Fordítva vagyunk. Hát 10 gem, ez abszolút korrekt. Kellett a kis láda. Kis láda. Nem sok, de legalább kevés, és jöhet egy big box. És ott van. Ami szintén üres. Most viszont öcsém elmegyek és játszok pár darab mérkőzést, és hát kiderült, hogy ez a persze annyira nem érte meg, de én öcsémre abszolút nem haragszok, hogy bármilyen nincs bennem. Kövit is úgyis lehet, hogy megkapja. Na de akkor menjünk és játszunk pár darab mérkőzést. Sünkre öcsém Maxel, míg én pedig Leonnal érkezünk, mindketten a legmagasabb kupás karakterénket hoztuk, és meg is nézzük azt, hogy pontosan mit is fogunk tudni kezdeni. Itt most menj a hátsó Power Cube-ra, menjek be középre. Oké, akkor ez a lenti sorok itt egészen a miénk, úgy érzem. Én is. Ott van egy Colt, aki viszont nem biztos annyira jó fej. Egy kicsit megkínálhatom. Majd én megbeszélem. Jó, kapott egy sebzést. Jaj, ezzel én nem fogok beszélgetni. Top 4, tehát hogy már nem leszünk utol. Ó, ott volt valaki. A Colt az kapja rendesen, mert nem szép. Jó játékos. Ott jön egy B is viszont. A B az viszont egyes. Meg föntről egy a Sprout, akivel viszont gondok lehetnek. Na jó, most probléma. Mentesen ezt hogy nekünk kerültünk be ebbe a szendvicsbe amúgy? Mindig bekerülünk, ez nem, nekem meg nem lepő. Nagyon-nagyon nem jó. Hát nem tudsz kijönni szerintem. Ha csak nem tudsz ott lefele kanyarodni valahogy. Oké, ott... Meleg volt a pite, de az a baj, hogy ez eddig tartott. Ha bár nem, én még feljövök és addig hátra lehet ez top 3. Na, most nincs ultid? Nincs. Mondanám, hogy 10 másodpercet éjjel túl. Hát nem nagyon tudok más, amit itt várok, és... De te még fel fogsz támadni. Te is jöhetsz. Amúgy ez lehet, hogy top 2 lett. Csak ne, abban nem kell felabálni. Nem tudtam. Nem baj, összehoztunk egy top 3-at, korrekt. Na remélhetőleg most már össze tudjuk hozni azt a győzelmet, mert hát azért vissza kell rázódnunk ebbe a játékba, de azért azt gondolom, hogy nincsenek problémák annyira nagyon a játékunkkal egyenlőre, egész szépen játszottunk az előző mérkőzésen, és lehetetlen szituációkat éltünk túl, és hoztuk ki top 3-ra azt a meccset, de meglátjuk, hogy van ezt a mérkőzés is hasonlóan. De szépet lőttem, kapta. Miért? Hogy lehet valaki ilyen jó lút már? De nem akarok ezekkel harcolni, megmondom. Az a baj, hogy igen, elég jó komp, és viszont itt nulla power cube-unk van hátrafelé, nincs esetleg valamerre box? Nem láttam. A sarokba, az a baj, nem emlékszem, hol vannak a boxok ezen a pályán. Sajnos nem. Próbálok, top 4, már nem vagyok utolsó. Ja, nem vagyunk utolsó, viszont ez elég problémás, hogy assassinok vagyunk, és ez egy power cube nem igazán ütötte a markunkat, sajnos. Hát nem. És ezt nem tudom, hogy csináltuk, tehát egy elég jó spawn helyet kaptunk. Igen, de egyetlen egy... nem, mint a többiek. És jó volt, de mégse volt igazán jó. Hát nem, egyre egy power cube sem volt a közelünkbe se. Nem. Tehát, hogy... A többiek már kettővel rendelkeztek, amikor mi. Vagy aki négy. 8 power cube-os a Carl. De kapja, amúgy. Nem akar. Már én kaphatta volna, ha nem vagyok kapcsolva. Te menjél egyedül, én meg kempelem itt. Jó, maradj egy kicsit a biztonságiban, én meg próbálok. Hát a 10 power cube-os tímet, azt mindenféleképpen ott kéne hagyni, tehát hogy igen, felejtsük el. Igen, azt szeretnék egyvégyezni majd. Tehát hogy igen, az majd top 2-be esetleg. Jó lenne. Vagy leszörpartizni, de hát azért ez már tényleg az álom. Mi? Figyelj, ezek tímelni akarnak. Ők tudják, hogy te ott vagy? Nem. Gyere! Hold back! Kéci! De már hiszem! Ön már meg! Ez az! Hú, a kancsalságom! Volt a problémák, de top 3. Nem vagyunk itt. Oké, top 2 királyok vagyunk. Ennyi, win. Gyere le, hozzuk félre. Jó, te öld meg a kárt, én a Piper-t. Jó, nem érvényes. Hát, téged meg akarnak. Hát, de nem ér, azt mondta, hogy megölöd a kárt. Azt hittem, na. Na jó, hát azért most már nem lesz jó mulatság, de nem baj, azért még meg lehet csinálni. Hallod? Engem megölt a Piper, téged a kártát, cseréltek. Eltévesztettél a top 7, top 2, plusz 7 kupa. Ugorjunk be már a következő mérkőzésbe, a remélhetőleg szintén kiválóan fogunk teljesíteni, és el tudjuk hozni immáron a várva várt győzelmet, amit most már talán meg is érdemlünk, de azért ezzel a második helyel sem fogok panaszkodni semmiféleképpen, hiszen azért ez mindenféleképpen egy szép helyen. De menj hátra, én megyek középre. Én vagyok a bátrabb, érted? Próbálj meg ne halni. Tehát nem fogok meghalni, ezzel nem kell félni. Eddig minden meccsen meghaltál.
előzőben nem, meg is nyertük a második helyet. Második helyen. Ez már győzelem. Ez már győzelem. A második hely, az ezt már. Ezt a győzelemnek látom. Jaj, viszont ez jaj, kicsit problémás, ha nagyon... Álltuk ezt a győzelmet. Megért bennem középre, meg középre, csak mindenkinek megmutatom, hogy itt vagyok, kevés power kiből van, gyertek, öljetek meg. De igazából nem csináltál többet, csak kevesebbet. De. Ott egy Rico, az is ott power kubos. Igen, viszont mindig csak top 5. Megnézem, hogy itt az ott jó, ez büntethető. Hogy mi? Te, vele mi van? Valaki itt a háttérben engem jól elrugott, aztán valószínűleg előttem egy lövedéket, és a Rico megtalált és leújtozott. És tudod ki az a valaki? Nem. Ugye? Elrugott? Mi? Mert úgy elrugott a széken. Ja. És aztán meg akartam helyíteni, véletlenül meg gombom volt az ujjam, és elhúztam. Jó, nem baj. Nekem még van power cube-om, addig szép az élet. Top 3, mínuszos ez a mérkőzés nem lesz. Na még egy, nincs top 2? Nincs sajnos még, ott egy crew. A fenébe. Nem tudom, nem... Gyere Vinéből, haló! Üssed! Üssed, vágj ebben a... Ennyi! Győzelem! Ott a győzelem! GG! Mindig nem hoztuk vissza a kupánkat, de... De azt mondom, ugorjunk még egy mérkődésbe, hát ha ott ismételten sikerül a győzelem, azért ez egy kifejezetten szép befejezés lenne, hogyha megint el tudnánk hozni egy győzelmet. Azért előbb inkább a szerencse, meg a jó pozícionálás volt, ami elhozta nekünk a győzelmet, nem pedig a megfelelően célzásunk, de nem baj, én megyek erre a boxra, te menj lefele, nagyon jól csinál. Nem mész lefele? Nincs erre? Nincsen, néztem. Középre bevennék. De van itt egy, jó. Nagyon jó, itt kapják, kapott egy bull. Jó, inkább power cube-ra menjél. Jó, hát azt akartam én is. Gyere, szerintem... maradjunk itt, várjunk, ide fog sétálni. Nagyon csábító. Igaziból lenne. Nem kell megvárni, tehát el kell lukni. Nekem csábító lenne ez a bokor. Bemenni egy bokorba. Egy olyan... Nagyot kap, gyere! Azt a... Jaj, az már az kockázatos. Hogy vagyok ennyire hülye? És te is, hogy vagy ennyire? Hát nagyon durva volt. Nagyon durva rossz befejezés, de srácok, na hát mi ezzel a mérkőzéssel búcsúzunk is, köszönjük, hogy itt voltatok, remélhetőleg elvesztétek ezt a videót, ha igen, akkor jelzétek ezt egy lájkkal, vagy egy felrakodással. Én Andorral voltam, mindannyiótoknak a lehető legszebb napot kívánom, sziasztok, köszönjük a figyelmet, ciao, bye. Sziasztok!